első pont az nem más, mint mindennek a kiinduló pontja, az pedig az ötlet. Mitől tud működni egy ötlet? Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Azt tudjuk, amikor még ötlet, hogy az pénzt fog termelni? Tehát van egy ötletem. Nem tudjuk, ugye? Hát aki azt mondja, hogy tudjuk, az vagy jós, de alapvetően nem tudjuk. Van egy ötletem, gondolom, hogy ez egy jó dolog. Nekem például volt egy ötletem. Nekünk itt van az irodánk szembe, és mondják, hogy ez a terem, ez kiadó. És volt egy ötletem, az volt az ötletem, hogy csináljunk egy menyasszony kölcsönző céget. Hát egy ilyen menyasszonyi ruha. Na, tehát egy menyasszonyi ruha kölcsönző céget. Ott a pont. Tehát volt egy ötletem, hogy csináljunk egy menyasszonyi ruha kölcsönző céget. Fogtam, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy a mai világban, amikor már minden online működik, szükségem van-e nekem például arra, hogy mondjuk egy olyan butikot béreljek ki a körúton, aminek mondjuk a bérleti költsége mondjuk 150, 200, 300 vagy 500 ezer forint. Nem. Feltételezem, hogy nem. Hiszen ma már minden az online működik, hol fogok kommunikálni, online felületeken fogok kommunikálni, tehát kvázi az, hogy én hol vagyok, az lényegtelen, mert nem az utcáról fog senki beesni, hanem nagy bőséggel látja az én hirdetésemet, és a hirdetésem alapján fog eljönni hozzám. Kiadó volt ez a terem, és gondoltam, hogy hát csináljunk ide egy ilyen menyasszony ruha kölcsönző céget. Ahol nem menyasszonyokat lehet kölcsönzni, csak a ruhákat. És elkezdtem ezen az ötleten gondolkodni. Minden adott volt egyébként, elkezdtem számolni, és elkezdtem megnézni a konkurenciát. Megnéztem azt, hogy az az ötletem, az hol tudok én találkozni ezzel az ötletemmel. Felmentem a Google-re, beütöttem azt, hogy menyasszonyi kölcsönző cég, láttam, hogy milyen ruhák vannak, láttam, hogy milyen áron vannak ezek a ruhák, láttam, hogy milyen hirdetések vannak, és az lett a piackutatásomnak az eredménye, hogy nem csináltam meg ezt a céget, pont azért, mert azt láttam, hogy az ötlet lehet, hogy az én fejemben egy jól működő ötlet lett volna, de mégsem tudtam volna olyan áron, olyan befektetéssel egy sikeres működő céget létrehozni, amit én megálmodtam. Én azt gondolom, hogy nem tudjuk soha, hogy egy ötlet működőképes vagy nem, de az, aki nem veszi a fáradtságot, és nem csinál akár saját maga egy olyan piackutatástól, legalább azt leteszteli, hogy hasonló ötletek hogy működnek a piacon, az biztos, hogy nem adja meg az esélyt arra, hogy biztonságban tudja ezt az ötletet megvalósítani. Miért fontos az, hogy egy ötletet úgynevezett leellenőrizzünk? Azért fontos, mert egy ötletet, amikor kitalálunk, akkor meg tudjuk magunkat győzni arról, hogy ez egy jó dolog. Ha egy ötletet kitalálunk, akkor gyakorlatilag nem vagyunk objektívek, hanem szubjektíven látjuk a dolgokat. Picit elfogultak vagyunk a saját ötletünkkel szembe, egy picit úgy vagyunk vele, hogy ez nagyon fog működni, már látjuk magunk előtt a lépéseket, már látjuk, ahogy egyszerűen özönlenek be a vásárlók. Van egy víziónk, van egy álmunk, az ötletünk gyakorlatilag egyszer csak életre kell bennünk, de fontos az, hogy ezt az ötletet visszavigyük a földre, és megpróbáljuk leellenőrizni, hogy működőképes. Mi volt a másik ötletem? A másik ötletem az volt, hogy csinálok ebből a teremből egy előadó termet, egy olyan mini VIP előadó termet, ami gyakorlatilag azt a célt fogja szolgálni, hogy akár én is, vagy akár mások is ide ki tudnak állni, és előadást tudnak tartani. Felmentem az internetre, megnéztem, hogy itt Budán hány ilyen előadóterem van, összesen egyet találtam. Igazából az a terem sem volt úgy felszerelve, ahogy én azt gondoltam, hogy egyébként egy ilyen termet én fel tudnék szerelni. És semmi más nem csináltam, mint hogy létrehoztam ezt az ötletet, megvalósítottam egy brand formájában.
volt egy ötletem, és ennek az ötletnek elkezdtem megalkotni a saját brandjét. Tehát az első pont az mindig, hogy van egy ötletem. Az ötletet ellenőrizzük le. Az ötletünket csekkoljuk le. Nézzük meg, hogy a konkurencia a mi ötletünket hogyan üzemelteti, hogyan használja, milyen árakkal dolgozik, hol hirdet, milyen hibákat követel. Tehát a mi ötletünk konkurenciának mik az előnyei. Ugyanis ezekből fogunk kapni egy olyan reális képet, amely reális képen mi fogunk tudni operálni. Mert ha én tudom azt, hogy az én ötletemet hogyan fogom tudni megvalósítani, akkor onnantól kezdve azokat a hibákat ki tudom javítani, amit már más elkövetett, tovább megyek, le is tudom kommunikálni. Tehát ha látom azt, most mondok egy példát, egy ilyen szituációban, hogy mondjuk ebben a kerületben mondjuk van egy hasonló ilyen ötlet, mint mondjuk ez, hogy van egy előadóterem, de ott mondjuk nincsen tévé. Akkor azt mondani, hogy gyere el hozzánk, mert nálunk mondjuk van egy smart tévé. Vagy mondjuk az nem klimatizált. Akkor azt tudom mondani, hogy mi klimatizált helységbe várjuk a partnereinket. Tehát nagyon fontos az, hogy tudjam, hogy az ötlet, amit kitaláltam, mások által hogy működik. Mi van akkor, hogyha nem találok ilyen ötletet, mert egyedi ötletem van? Akkor hogyan tudom lecsekkolni azt, hogy... Megkérdezem a partnereimet, vagy megkérdezem azokat az embereket, akikkel kapcsolatban állok, vagy akiknek egyébként szeretném ezt az ötletet eladni, a célcsoportomat, hogy ő hogyan fogadna egy ilyen ötletet. Költene rá? Ha költene rá, mennyit költene rá? Milyen gyakran vásárolná meg? Fontos az, hogy tisztában legyek, hogy hogyan és milyen formában fog gyakorlatilag az ötlet megvalósulni.